Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Idősek elhelyezése, hosszú a várólista a nyugdíjas otthonokban. Veszélyhelyzet, nagyon sok vadak miatti közlekedési baleset Tolna megye útjain. Hamisak a hírek, nem zár be a Művészetek Háza Szekszárdon. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Országosan több tízezer szépkorú vár arra, hogy bekerülhessen egy nyugdíjas otthonba. Az országos statisztika szerint mintegy 25 ezer időskorú vár a bejutásra, Szekszárdon is hosszú a várólista. Ez egy várakozónak az iratanyaga, és jelenleg ennyien várakoznak, ami durván olyan 120 kérre van. Évek óta fennáll a helyzet, hogy hosszú időre van szükség, míg valaki felvételt nyerhet az idősek otthonába. Szekszárdon is hosszú a várólista, jelenleg közel 120 igénylő van. Mindennapos eset, hogy mire valaki bejuthatna, már nincs az élők sorában. Természetesen leképezi Szekszárd is az országos adatokat, már ami a várakozókat illeti. Jelenleg is 110-120 körüli várakozónk van. Azért nem tudok pontos számot mondani, mert naponta vagy óránként változik, hiszen idős emberekről beszélünk, az átlag életkor a bentlakóknál is, a várakozóknál is, 85 év, mind a férfiaknál, mind a nőknél, és ugye ebben a korban azért már az eltávozás, az elhalálozás az akár egy mindennapi esemény. Az országban megközelítően 25 ezer időskorú vár az elhelyezésre. Rottenbacher Ádám azt mondja, nem szociális helyzet függő, hogy ki akar bejutni a házakba. A szociális helyzet ma már kevésbé befolyásolja, inkább az egészségi állapot, az idősek egészségi állapota az, ami miatt kérik a felvételüket. Jelenleg is egy olyan idős asszonynak a felvétele van folyamatban, aki már 88 éves, tehát közel van a 90-hez, amputálták a lábát egy elhanyagolt cukorbetegség miatt. Két lánya van, viszont mind a két lánya olyan betegségben szenved, hogy nem képesek már az ellátására. Sok esetben a kórház ápolási osztályáról kell felvenni embereket. Amióta törvénybe került, hogy a gondozási szükséglet esetén, ami legalább napi 4 órás gondozást jelent, ez a tendencia, mert a családok nem tudják megoldani az idős emberek ellátását. De az is mindennapos, hogy olyan körülmények között élnek idősek, ahonnan saját érdekükben minél előbb ki kell emelni, mondja az idősek otthona vezetője. Rövidesen elkészül az új paksi blokkok felvonulási területének áramellátását biztosító transzformátorállomás. Erről is beszélt a minap a Telepaks televízió stúdiójában Lenkei István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója és Mittler István kommunikációs igazgató. A szakemberek arról is beszámoltak, hogy biztosított a terület az orosz fél részére, az első felvonulási épületek számára. Ezek építését a közeljövőben elkezdi a Rosszatom. A létesítési engedélyhez szükséges, közel 300 ezer oldal terjedelmű dokumentáció összeállítása pedig jelenleg is zajlik. A Paks 2 ZRT vezérigazgatója beszámolt arról is, hogy a társaság 6 egyetemmel együttműködve 2 fél éves felsőfokú képzést indít. Ezekkel az egyetemekkel egy újabb megállapodás, vagy egy megállapodás aláírása az rövid időn belül megtörténik mindegyik helyszínen. Elindítunk egy Paks 2 akadémia elnevezésű tulajdonképpen továbbképzési vagy képzési rendszert, aminek keretében aki érdeklődik ez iránt, a szakma iránt, az olyan előadásokat, olyan kurzusokat tud hallgatni, ami az atomenergetikába bevezeti, és onnan persze a kimondott cél az, hogy ezen keresztül is azokat a szakembereket, embereket, akik szeretnének majd nálunk dolgozni, vagy ebben a munkában részt venni, magunkhoz csábítsuk, és aki megfelel a mi követelményeinknek, azokat örömmel fogjuk alkalmazni. Gyakorlatilag ez az alapképzést követően lesz lehetőség az egy főiskolásoknak erre jelentkezni, ez egy egyéves képzés, és gyakorlatilag egy alapismeretet ad az atomerőművekkel, a biztonsággal, a nukleáris biztonsággal kapcsolatosan.
Paks 2 6 egyetemmel működik majd együtt, ezek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem. Mitler István kommunikációs igazgató beszámolt arról is, hogy folytatja országjáró körútját a társaság interaktív mozgó kiállítása is, amely 2018-ban mintegy 60 ezer látogatót fogadott. Márciustól fog ismét elindulni, március végétől, ha jól emlékszem, akkor Komárom, Esztergom, Fehér megyékben fog kezdeni. Fesztiválok következnek, majd pedig a Budapest kerületei közül van még néhány, ahova tavaly évben nem jutottunk el, valamint Pest megye, tehát nagyobb településeire fogunk el látogatni. A társaság kommunikációja nagy figyelmet fordít a környező térség tájékoztatására. Az utolsó éveknek a felmérése egyértelműen mutatják, hogy a magyar lakosságnak a nagy része azt támogatja a két új atomerőblokknak az építését, de nem szabad hátradőlnünk, hanem a kommunikációt továbbra is folytatni kell, de a legfontosabb, hogy ütemesen haladjunk előre a projekttel, és ami még szintén nagyon fontos nekünk, hogy a Paksi atomerőmű 4 blokkja is ugyanúgy, mint eddig biztonságosan működjön. Ugye nagyon sok esetben az atomerőművel közösen is végzünk különböző kommunikációs tevékenységeket. Erre jó példa, hogy mi természetesen a járműben beszélünk az 1-4 blokkról, és az is nagyon fontos, hogy az atomerőmű viszont a látogatóközpontjának az utolsó etapjában pedig megengedte, hogy tájékoztatást adjunk az új atomerőblokkokról. Nagyon sok a vadak miatti közlekedési baleset Tolna megye útjain. Az ilyen balesetek nem csak hogy veszélyesek, de nagyon drágák is. Azoknak, akik elszenvedik őket, a vadállat akár több százezer forintos árát ugyanis szinte minden esetben meg kell térítenie az autósnak a vadásztársaság felé. Teljesen összetörte az autó elejét az elgázolt vad, ennek a másik kocsinak a sofőrje sem járt jobban. A rendőrség munkatársai készítették ezeket a fotókat alig néhány óra alatt. A télies időjárással és a korai sötétedéssel együtt jár, hogy már a délutáni órákban is számítani kell a vadállatok megjelenésére az utakon. Erre figyelmeztet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Tegnapi napon is pont 2 közlekedési baleset történt a vadak útra történő szaladása miatt, hogy továbbiakban is felhívjuk minden járművezető figyelmét arra, hogy azokon az útszakaszokon, ahol vadveszélyt előjelző tábla került kihelyezésre, illetve természetesen egyéb útszakaszokon is kiemelten figyeljenek arra, hogy a vadak, amikor eléjük kerülnek, akkor meg tudjanak állni. A rendőrség azt tanácsolja, a táblával jelzett útszakaszoknál mindenki vezessen sokkal körültekintőbben, és ne használjon reflektort, mert az úttesten álló vadat az elvakíthatja, ezért nem ugrik el az autó elől. Elterjedt a hír, hogy bezár Szekszárd egyik kiemelkedő szerepet betöltő kulturális intézménye, a Művészetek Háza. Az intézményt működtető Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója Zsikó Zoltán cáfolja és rosszindulatú pletykának minősítette a hírt. Nem igaz az a rosszindulatú pletyka, hogy a Művészetek Házát bárki szeretné bezárni. Zsikó Zoltán a működtető Babits Kulturális Központ igazgatója is értetlenül állt a hír előtt. A háza héten vehette át a minősített közművelődési intézmény kitüntető címet, és ez éppen a sokoldalú szolgáltatásra utal, nem pedig a feladatok szűkülésére, mondta Zsikó Zoltán. Júniusig, tehát körülbelül az év feléig, mintegy 500 eseményt fogunk megvalósítani, és szeretnék is mindenkit bíztatni arra, hogy akinek van jó elképzelése, és szeretné igénybe venni a Művészetek Házát, az ő tarthat rendezvényeket a Művészetek Házában. Mi a Kulturális Központtal számos kiállítást, irodalmi estet, konferenciát, kulturális estet, koncerteket fogunk rendezni továbbra is a Művészetek Házában. Nyitva van a Művészetek Háza kapuja, nagy tisztelettel várunk oda mindenkit, ha pedig bárkinek bármilyen kérdése van ilyen városi pletykákkal kapcsolatban, akkor elérhető vagyok én személy szerint is, az intézmény vezetője, másrésztről pedig a kollégáim, az információs kollégáim, vagy a kommunikációs kollégáim választ tudnak adni minden kérdésre.
Nehéz helyzetbe került az Atomerőmű KSC női csapata az Európa Kupa 8-at döntőjének első szakaszában, a lengyel Artevo Bitgos otthonában. Az utolsó 10 percig annak ellenére élt a kis különbségű vereség elszenvedésének reménye, hogy a második félidőben egyértelműen a lengyel élcsapat játszott jobban. A szekszárdiak védekezése minden tekintetben sok kívánnivalót hagyott maga után ezen a meccsen, különösen ezen a szinten. Ám az utolsó játékrész az összeomlással volt egyenértékű Zsajko Gyokics csapata számára, miután 17 pontos hátrányból várhatják a jövő szerdai visszavágót a szekszárdi kosaras hölgyek. Mindjárt a mérkőzés elején érvényesítette magassági fölényét a Bitgos. Legfőképpen támadásban, igaz, a lepattanók megszerzésében fölvette sokáig a versenyt a szekszárd, de igazándiból kevés jó dobóhelyzetet tudtak kialakítani a kékek. És a lengyelek amerikai irányítójával, a 25 pontig jutó McBride-dal nem tudtak az egész mérkőzés alatt mit kezdeni. A szekszárdi csapat szempontjából vészjósó volt, hogy a csapat első számú játékosa Erika McCall megsérült a bokáján, olyannyira, hogy ki kellett szálljon a játékból egy jó ideig az amerikai erőcsatár, csak az utolsó negyedben volt újra bevethető. Sajnos ekkor ment el végleg a meccs. Az addig jobbára ledolgozható 6-7 pontos különbségből 17 lett. A KSC szekszárd védekezése ekkor, nincs rá jobb szó, szinte összeomlott, és a továbbjutással kecsegtető 77-60-ra nyert a Bitgos. A szekszárdi csapatban az általában távolról eredményes 15 pontig jutó Elderbrink és a 13 pontos ausztrál Bishop játéka emelhető ki. A magyar játékosok közül Gereben dicsérhető, sajnos Erika McCall kiesését a játékból nagyon megélezte a csapat, amire eddig nem igazán volt példa. Mert ezen a meccsen nem úgy volt csapat, ahogy szokott. A jövő szerdai szekszárdi visszavágón lehet és kell is javítani. Pénteken hajnalban zsaroló vírus támadta meg a Tornatáj Televízió számítógépes rendszerét. Ez olyan károkat okozott a belső hálózaton, ami miatt előfordulhat, hogy néhány műsorunkat nem tudjuk adásba szerkeszteni. Munkatársaink folyamatosan dolgoznak a probléma elhárításán. Igyekszünk, hogy nézőink ebből minél kevesebbet vegyenek észre. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Regionális híreink következnek. Kaposvár város ünnepnapja, Rosta István vehette át idén a díszpolgári címet. Kivitelezések, támogatások, túlórák, ülésezett a pécsi közgyűlés. Mintegy 85 lakás egyhavi hőigényét elégíti ki, karácsonyfával fűt a hőerőmű. Rosta István vehette át idén a Kaposvár díszpolgára címet. Az egyetemi tanárként is tevékenykedő tudós magas szintű, példaértékű, több évtizedes szakmai és közéleti tevékenységével vívta ki az elismerést. A megyeszékhelyen tartott ünnepségen az év sportolója, a Pro Urbe és a Kaposvár szolgálatáért díjakat is átadták. Egy olyan városban, mely fejlődésének kezdetleges stádiumában azon a ponton áll, hogy a helyes fejlődés alapját örök időkre szólólag lerakja, nagy és nehéz feladatok állnak a polgármester és mindama tényezők előtt, melyek a város ügyeit intézni vannak hivatva, mégis azt hiszem, hogy a feladat nehézségei is legyőzhetőek lesznek egyetértéssel, jó akarattal és tiszta kezűséggel. Német Istvántól Kaposvár egykori polgármesterétől idézett Szita Károly beszédében a Szivárvány kultúrpalotában tartott ünnepi közgyűlésem. A megyeszékhely első embere kiemelte, a város büszke a múltjára, és azokra az itt élő emberekre is, akik sokat tesznek a kultúra, a sport és a gazdaság fejlődéséért. Az idei ünnepi közgyűlésen magas szintű, példaértékű, több évtizedes szakmai és közéleti tevékenységéért Kaposvár város díszpolgára címet vehetett át Rosta István. Az egyetemi tanárként is tevékenykedő professzor egész életét a tudománynak szentelte. Nagyon jól esik az a családi kötődéseken túl természetesen, hogy megtaláltam a tudománytörténetben azt a disziplinát, amiben egyensúlyban vannak a reáltudományok és a humántudományok. Mindig is kettős érdeklődésű voltam. Matematika, fizika iránt, de úgy
a magyar és a történelem iránt is. És ebben a tudománytörténeti munkásságban, a tudósi életutakban találtam meg a kettőnek az együttélését, a reáltudományoknak és a humántudományoknak az összefüggését. A város elismerte a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat is, így többek között Halmai Petra úszó és Boros Bence a kaposvári judóklub versenyzője is átvehette az év sportolója díjat. Emellett négyen közöttük pedagógusok és a kaposvári rendőrkapitányság vehettek át Pro Urbe kitüntetést. Kaposvár szolgálatáért díjjal tüntették ki többek között Török Emőkét, aki már hosszú évtizedek óta kézzel készített babáival öregbíti a megye székhely hírnevét. Mint mondja, a munkája egyben a hobbija is. Óriási boldogság van, nem gondoltam volna, hogy az én munkámért is adnak kitüntetést, és hát megerősít abban, hogy minél több szebb babát készítsünk, akár tanfolyamon, akár gyerekeknek. Az eseményen elhangzott, fontos megbecsülni azokat, akik tesznek a megyéért. Többbe került 7 topforrásból fedezett kivitelezés, mint amit előzetesen elnyertek rájuk, ezért többletpénzt kell ezekre a beruházásokra szerezni, ez is szerepelt a csütörtöki pécsi közgyűlés témái között. Ennek kapcsán volt olyan képviselő, aki a közbeszerzési törvény változtatását emlegette, mások a túlóra törvény bevezetése ellen tiltakoztak a városi cégeknél. Kertvárosi rendelő kialakítása, a Hegedűs János utca fejlesztése, zöld felületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os út mellett, 3 óvoda felújítás, az uránvárosi piac fejlesztése. Ezek azok a pályázatból épülő beruházások, amikre többlettámogatást kért a város, közel 298 millió forint értékben. Ez az előterjesztés is szerepelt a csütörtöki közgyűlés előtt. Az ÖPE politikusa szerint törvénymódosítást kell kezdeményezni. A város forduljon a parlamenthez a közbeszerzési törvény módosítása érdekében, hogy precízebb kiírásokat lehessen végezni, tehát specializált kiírásokat, megfelelő referenciákat, és valahogy oldják fel annak a, hát hogy mondjam, kényszerét, hogy mindig ugyanazok a nagy cégek nyerik meg a munkákat, és ezért aztán gyakorlatilag nyilván fölverik az árakat. 2 kivitelezés is 30%-kal került többe, mint az eredeti kiírásban. Ezért kell változtatni Kővári szerint. A Jobbik képviselője az ellenzéki oldalon nagy indulatokat kiváltott túlóra törvény miatt nyújtott be önálló indítványt. A pécsi önkormányzati cégek ne alkalmazzák a 400 órás túlórát, illetve a 3 éves munkaidőkeretet sem, és a közülés, mert a cégeknek a tulajdonosa arra utasítja a cégvezetőket, hogy a munkatörvények könyvének a korábbi feltételeivel alkalmazza a munkavállalókat. Képzeljük ezt, hogy a 400 túlóra milyen terhet róla, nem csak a munkavállalóra, a családokra. Kevesebb időt tölthetnek a szülők a gyerekükkel, mondja Gyimesi. A Jobbikos felvetést megelőzve éppen csütörtök reggel írt levelet a városi cégek vezetőinek a túlóra törvény alkalmazásának ügyében a polgármester. Különös figyelemmel legyenek minden cég vezetésénél, hogy azok a dolgozók legyenek csak ebben a túlóra ügyben érintve, vagy azok kapjanak túlóra lehetőséget, akikkel kifejezetten egyetértésben történik mindez. Tehát olyan dolgozó számára, aki ezt nem akar elfogadni, nem lehet alkalmazni a túlóra plusz munkát. Bár a törvény egyértelmű, de az ügy érzékenyen érint mindenkit, ezért erre a figyelmeztetésre szükség van, mondja Páva Zsolt. Az építőipari árak változását nem sejthették évekre előre, mondja a kivitelezések drágulására a városvezető. Ezt meg kell oldanunk. Egy részére van egyébként gyógyír, van egy ügynet rámelési lehetőség az önkormányzat részéről. Erről szavaztunk sok tétel, 6 vagy 7 tétel esetében korábbi felújítások kapcsán. Ezek általában az összeg bekerülésének ugye 15-20%-át jelentő költségek, tehát jelentős számokról van szó. Ez az a közel 298 millió forint, amit pótolni kell. Ezt az összeget a kormányzattól kérvényezte a pécsi önkormányzat, amit 10,5 millió forint kivételével megkap. Mintegy 85 távfűtéses lakás egy havi hőigényét elégíti ki az a fa mennyiség, melyet a karácsonyfajárat gyűjt össze Pécsen. A növényeket a Pannon hőerőműben dolgozzák fel, a gyantatartalom miatt fa aprítékkal keverik az anyagot, ezután alkalmazható a fűtési rendszerben.
még mindig hevernek fenyőfák a pécsi szeméttárolók mellett. A karácsonyfajárat január 31-ig gyűjti be a növényeket, melyeket a Pannon hőerőműbe szállítanak. Már most rengeteg fa hever az üzem területén. A pécsi erőműben, mert a Veolia társaság csoporthoz tartozik, a Biocom pécsi hulladékgazdálkodó szállítja ide a karácsonyfákat, melyek az ünnep után feleslegesé váltak. Ezek körülbelül 40 tonnás értéket nyomnak. A feldolgozás javában zajlik. A fa mennyiségétől függően naponta átlagosan 1400 tonna anyagot aprítanak fel a hőerőműben. A növényekből ezután fűtőanyag lesz. A karácsonyfákat először felaprítjuk, és összekeverjük a faaprítékunkkal, mert a gyantatartalom miatt nem lehet teljes 100%-os tüzelésben ezt felhasználni. Összességében a beérkezett karácsonyfák mintegy 85 lakás, távfűtéses lakásnak az egyhavi hőigényét elégítik ki. Érdekesség, hogy az országban mintegy 2 millió karácsony falandol a szemét mellett minden évben. Ebből akár 10 millió lakás fűtését lehetne biztosítani, tette hozzá a vezérigazgató. Új funkcióval és új egységgel bővült a Kaposvári Sürgősségi Betegellátó Centrum. A változást egy jogszabály írta elő, amelynek célja a betegellátás hatékonyságának növelése. A sürgősségi rendszert a Dunántúlon elsőként, és az országban is az elsők között 15 éve indította el a Kaposi Mór Kórház. Azóta bebizonyosodott, hogy az egykapus beléptető rendszer könnyebbséget jelent a pácienseknek és az osztályos orvosoknak egyaránt. A sürgősségi betegellátó centrumhoz érkezik a mentő. A Somogy megyei Kaposi Mór Oktatókórházban már 2004. novembere óta működik a sürgősségi ellátási forma, amelyet 2019-től már egy jogszabály is előír a sürgősségi betegellátás hatékonyságának növelése érdekében. A somogyi megyeszékhelyen az új szabályozásnak megfelelően csak finomítások történtek, hiszen a centrum már 15 éve működik. Most új funkcióval, új egységgel bővült a sürgősség. Két új momentum jelent meg, az egyik az, hogy kötelezővé tette a sürgősségi osztályos diszpécserek felvételét, ami elsődlegesen a betegeinkkel való kommunikációt és a várakozási idő áthidalását szolgálja. Ez nem szakmai feladat, hanem kommunikációs feladat, és a betegeket segítő, komfortérzetüket javító intézkedés. A másik jogszabályi előírás az akut alapellátó egység létrehozását jelentette. A triázs rendszerben a betegek korképének osztályozására egy 5-fokozatú skálát használnak, ezek alapján látják el a pacienseket. A legsürgősebb eseteket azonnal, a 4. és 5. besorolást kapottakat 1-2 órán belül. Az ő ellátásukat segíti az új akut egység. A Kaposvári Kórházban 15 éve a Dunántúlon elsőként, országosan is az elsők között nyitotta meg kapuit a sürgősségi betegellátó centrum. Azóta bebizonyosodott, hogy az egykapus beléptetés könnyebbséget jelent a pacienseknek és a kórház valamennyi osztályán dolgozó orvosnak. A sürgősségi osztályon, illetve a szakrendelésekben megtörténnek azok az alapvizsgálatok. Tehát történik egy betegvizsgálat, történnek alaplaborvizsgálatok, történnek alapdiagnosztikus vizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, amit ezt megelőzően az osztályokra fölvett beteget vissza kellett küldeni képalkotó vizsgálatra, egyéb vizsgálatokra. Tehát mindenképpen kényelmesebb a betegnek mindenképpen, de az ügyeletes orvosnak, illetve az ellátó osztályok orvosainak is. A sürgősségi centrum másfél évtizedes tapasztalata és adatai alapján kiderül azonban, hogy az ideérkező betegek legalább egyharmadának nem sürgősségi, hanem házi orvosi ellátásra vagy járó beteg szakrendelésre volna szüksége. Van, aki több hetes panasszal érkezik, de az sem ritka, hogy például gyomorrontással keresik fel a sürgősségi centrumot. Legfontosabb híreinket nézzük meg még egyszer röviden. Idősek elhelyezése, hosszú a várólista a nyugdíjas otthonokban. Veszélyhelyzet, nagyon sok vadak miatti közlekedési baleset Tolna megye útjain. Hamisak a hírek, nem zár be a Művészetek háza Szekszárdon. Tolna megyében hétvégén erősen felhős ég, fagypont körüli maximum hőmérséklet és élénkülő délnyugati szél várható, délelőttönként számottevő csapadék nélkül. Délutántól mindkét napon gyenge ónos eső, eső valószínű. Éjszaka is számítani kell kevés csapadékra, ónos esőre, esőre leginkább.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!